December 2-a óta látogatható a Vörsi Betlehem. Advent 3. hétvégéjén is folyamatosan érkeztek a látogatók, hogy megcsodálják Európa legnagyobb templomban épített Betlehemét. Budapestről jöttünk, minden évben, amikor tudomást szerzünk arról, hogy ez a szép betlehemes kiállítás megkezdődik, minden évben úgy döntöttük, hogy eljövünk. Tavaly is itt voltunk, tavaly sikerült a misén is itt lenni, most úgy látszik, hogy még nem kezdődött, de lenyűgöző. Röviden csak annyit tudok mondani, hogy lenyűgöző. A somogyi településen úgy becsülik, hogy a december 2-a és február 2-a között látogatható Betlehemet évente 20-30 ezer ember keresi fel. Vörs neve mára egybefort a bibliai életképpel. Aki ide eljön, az ha csak 5 vagy 10 vagy 15 perc is teljesen kikapcsolódik. Tehát beül a padba, megnézi ezt a csodálatosan szép Betlehemet, és akkor a lelke megújul. Ez a legfontosabb dolog a szempontunkból. A Betlehemet szokás már turista látványosságnak is nevezni. A település plébánosa szerint azonban a legtöbben hitbéli meggyőződésük miatt látogatják meg karácsony előtt a templomot. Turisták is jönnek, családok, buszokkal, de amikor belépnek a templomba, nem harsány turistaként jön, hanem elcsendesednek. És talán eszükbe jut az a régi hittanóra, a régi szentmise, és ők is egy kicsit elmélyednek ebben. De a nagy részük kifejezetten zarándokként érkezik, gyónni, imádkozni. November 17-én kezdték az építést a vasárnapi mise után. 7-8 fő folyamatosan részt vett a munkában, de számos segítő is bekapcsolódott az építésbe. 10 nap alatt 20 darab fenyőfa, 3 köbméter tujaág, 2,5 köbméter deszka és 1,5 köbméter gerenda felhasználásával készült el a bibliai életkép. Idén az építmény bal szárnya újult meg, itt új figurákat helyeztek el. Az építők mondhatni beleszülettek a Betlehem építésbe. Úgy nőttem fel ebbe a faluba, mint törzsekeres falusi, hogy ez már velünk volt. Kicsik voltunk, alig vártuk a karácsonyt, akkor még sokkal kisebb volt méreteiben, de hogy égedjen misének is jöhessünk ide nézegelődni. Szerintem már akkor megfogta az embert abban az időszakban. És hát ez most már ez egy kihívás. Ezt már nem lehet abbahagyni. Mindegy, hogy milyen akadályok gördülnek az ember elé, mert voltak, meg lesznek is, gondolom. De az a lényeg, hogy mindig, és mindig többet tudjunk szerezni fiatalokat. Hát az már egyre nehezebb, de hát próbálkozunk azért velük. Az elmúlt évtizedekben mindig biztosítva volt az utánpótlás. Ennek köszönhető, hogy már 70 éve építik a Betlehemet. Ezt fotókiállításon mutatják be a templomban. A kezdetben még kisméretű építmény, Futó Péter jóvoltából kezdett nagy méreteket ölteni.